A jövő tehetségei. Ezzel a címmel középiskolásoknak indít karrierprogramot az Észak-Alföldi régióban az amerikai tulajdonú General Electric. Pszichés problémák. Minden hetedik ember életében legalább egyszer szenved a depresszió tüneteitől, hangzott el Nagykállóban egy tudományos ülésen. Nők a kereszténységben. Az egyház 2000 éves történelmében mindössze 4 olyan katolikus női tanító volt, aki maradandót alkotott. Ezt mondja a Bécsi Egyetem egyik óraadója. A jövő tehetségei címmel középiskolásoknak indít karrierprogramot az Észak-Alföldi régióban az amerikai tulajdonú General Electric. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A 2018. októberéig tartó projektbe 36 Hajdúböszörmény és Kisvárda középiskoláiban tanuló diákot vonnak be, akik államilag elismert angol nyelvű üzleti nyelvvizsgát szerezhetnek, valamint támogatják karrierjük építését. A hajdúböszörményi és kisvárdai diákok közösen adják elő a program indulásának alkalmából írt dalt a csütörtöki projektindító sajtótájékoztatón. A jövő tehetségei elnevezésű kezdeményezésben résztvevő tanulók bővíthetik üzleti és digitális ismereteiket, valamint szakmai tapasztalatokat szerezhetnek a nagyvállalat vezetőinek és szakembereinek segítségével. A General Electric Magyarország elnöke beszédében rendkívül fontosnak tartotta, hogy a diákok kiváló nyelvtudással rendelkezzenek. Ennek érdekében számukra üzleti angol nyelvi képzést indítanak, amelynek végén akár nyelvvizsgát is tehetnek. Nyilván ez plusz munkát neked, nektek. Időt kell szállni rajta, de szerintem ez egy jó befektetés lesz. Bármit. Azért nem csak üzleti, nem kell Gmailet dönteni. Nyilván mi nagyon örülünk, ha valaki a Gmailet fog dönteni, de ahhoz lehet lenni állami szférában dolgozni, politikus, bármit. Szerintem ezt a program fog segíteni. Az eseményen Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter elmondta, Észak-Kelet-Magyarországon különösen nagy szükség van arra, hogy támogassák és motiválják a fiatalokat, akik a program segítségével felépíthetik karrierjüket és versenyképes tudást szerezhetnek. Az amerikai óriás vállalat kisvárdai gyárának termelési igazgatója azt hangsúlyozta, a csaknem 40 diák tovább fejlesztheti az iskolában megszerzett digitális képességeit, valamint betekintést nyerhetnek egy nagy vállalat üzleti működésébe. A G Future Talents, vagy a jövő tehetségei karrierprogram azért indult, hogy Hajdúböszörményben, Kisvárdán tehetséges fiataloknak plusz képességet, készségeket, ismereteket, tapasztalatokat adjunk, egy nagy vállalati környezetet megismerve, és egy másfél éves programon pluszban még angol nyelvtudást is fejlesszünk, és a végén egy nyelvvizsgával bizonyítsák a diákok, hogy hasznos volt számukra ez a következő másfél év. Kisvárda számára is fontos ez a tehetségprogram, hiszen a helyi Bessenyei György Gimnázium és Kollégium 18 diákja szerezhet versenyképes tudást. Én nagyon örülök a programnak, és örülök, hogy a GS fölvállalta. A diák egy plusz olyan képzést kapnak, ahol egy nagyon komoly üzleti angol nyelvet sajtanak el. Valójában másfél év alatt egy komoly nyelvtudásra tesznek szert. Ráadásul amellett, hogy a nyelvtudásuk stabil lesz, mellette bepillantanak az üzleti világba, napi folyamatokba, és emellett pedig olyan technikákat használnak, ami majd a jövő, a digitális technika, a digitális lehetőségek tárházának a megismerése. A General Electric a világvezető digitális iparvállalata. 175 országban van jelen, és több mint 350 ezer munkavállalót foglalkoztat világszerte. A cég 1989 vége óta működik Magyarországon. A hazai leányvállalat több mint 10 ezer munkavállalót foglalkoztat, és 12 gyára van. Kisvárdán csak nem 900 ember dolgozik a LED fényforrásokat gyártó üzemben. Minden hetedik ember életében legalább egyszer szenved depresszió tüneteitől, hangzott el Nagykállóban a professzor dr. Bánki M. Csaba pszichiáter 70. születésnapja alkalmából tartott tudományos ülésen. Az elismert szaktekintély 43 évvel ezelőtt kezdte a gyógyító munkát Nagykállóban. Kiemelt kutatási területe az öngyilkosság. Bánki M. Csaba kiemelte, ha a pszichiátriai kezeléseknek köszönhetően egyre kevesebb a befejezett öngyilkosság.
Önálló pszichiátriai könyvek, egyetemi jegyzetek, több száz kongresszusi előadás és 43 év gyógyító munka Nagykállóban. Ez mind Bánki M. Csaba pszichiáter életéhez tartozik, a szaktekintély egyik kutatási területe az öngyilkosság. Az elért eredményekre, statisztikai változásokra is büszke Bánki M. Csaba. 910 és 990 között Magyarország hajóhosszal világ első volt öngyilkosságban, Grönlandot leszámítva. Vezettük a listát. 48 ember ölte meg magát 100 ezer lakosra számítva évente. Ma 20 alatt van ez a szám. Még mindig magas, persze az lenne jó, ha nulla lenne, de hát több mint 60%-kal csökkent ez a szám. Egy kicsit azt gondolom, talán nem beképzeltség, hogy ez a szakmánk pszichiátria érdeme is. A világ nem lett annyival kedvesebb, aranyosabb, könnyebb az utóbbi években, hogy azért lett volna az embereknek nagyobb életkedve. Azt hiszem azért, mert meggyógyítjuk a depressziójukat, a szorongásukat, a különböző pszichés problémáikat sokkal jobban, sokkal hatékonyabban, mint 40 évvel ezelőtt. A pszichiáter 70. születésnapja alkalmából tartott tudományos ülésen az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatója is szólt. Németh Attila kiemelte, az egyik legnagyobb társadalmi kár okozója a depresszió. Depressziót majdnem minden hetedik ember átér életében, ami egy jól diagnosztizálható pszichiátriai betegség, és nem csak a rossz hangulat, hanem az örömérzés elvesztése, az érdeklődés elvesztése, a fő tünet. Ez bizony azt jelenti, hogy több mint 10-15% esik át egy ilyen depressziós perióduson. Aktuálisan a lakosságnak a 2%-a szenved depresszióban. A főigazgató hozzátette, a depresszió igen súlyos betegség, hiszen sokan ideiglenesen vagy tartósan munkaképtelenek miatta. Mintegy 4 millió forinttal támogatta a kárpátaljai magyar családokat a Fidelitas az elmúlt másfél évben. A Fidesz ifjúsági szervezete nemrégiben egy belső adománygyűjtést is hirdetett a tagok között, közölte Béres Levente, regionális igazgató. Azzal a céllal, hogy a már nem használt informatikai eszközöket, ruhákat és más használati tárgyakat kárpátaljai magyar intézményeknek ajándékozzanak. A nyíregyházi sajtótájékoztatón az is elhangzott, csütörtökön több személygépkocsi és egy teherautó is elindult Beregszászra az adományokkal. Nagyon sok ilyen nagy adomány gyűlt össze, nagyon sok hasznos tárgy, és úgy gondoltuk, hogy ezzel fel szeretnénk hívni a lakosság figyelmét is arra, hogy mindenki a saját mértékéhez képest, de tudja segíteni a határon túli magyarságot. Lejárta a kilakoltatási moratórium, ez is nehezíti az érintett családok helyzetét. Erről is szó esett az MSZP nyíregyházi tájékoztatóján. A párt megyei alelnöke, Csabai Lászlóné hozzátette, az árfolyamgát megszűnése is gondot okoz. Több mint 10 000 család válhat hajléktalanná. Az MSZP nyíregyházi elnöke, Jeszenszky András kiemelte, a csok sem jelent igazi megoldást. Az ellenzéki párt továbbra is a bérlakások építésében látna igazi segítséget. Erre mi többféle javaslatot is letettünk, és hát ehhez egyértelműen ragaszkodnánk, hiszen szükség lenne rá. A más nem, akkor az biztosan bizonyítja, hogy azok a lakáslisták egyértelműen állnak, amelyek Nyíregyházán működnek, és az is látszik egyébként, hogy nincs előrelépés, és egyre többen várnak önkormányzati bérlakásra, miközben ezeknek a száma nem gyarapszik. Ilyen lehetne például a Benczúr Gyula általános iskola most már nem kihasznált épülete mögötti azon épület, amely korábban lakásokat tartalmazott, és ugye aztán tantermekként üzemeltek ezeket, igazából nem nagy összegből lehetne visszaalakítani kisméretű bérlakásokká. Hol vannak a nők a kereszténységben? Erre a kérdésre keresték a választ egy konferencián a Nyíregyházi Egyetemen, amelyet a Történettudományi és Filozófia Intézet szervezett. A rendezvényen a feminista teológia nézeteiről tartott előadást a Bécsi Egyetem egyik óraadója, Perintfalvi Rita, aki előadásában kiemelte, az egyház 2000 éves történelmében mindössze 4 olyan katolikus női tanító volt, aki maradandót alkotott. Nők a kereszténységben címmel szerveztek kétnapos konferenciát a Nyíregyházi Egyetemen. A rendezvény részben a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódik. Ennek apropóján is hívott számos előadót a Magyar Történelmi Társulat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csoportja és az Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézete.
A konferenciával egyrészt hagyományt ápolunk, hiszen a Nyíregyházi Egyetem történettudományi tanszéke minden évben konferenciát, illetve konferenciákat rendez, szervez. Másrészt viszont hagyományt is kívánunk teremteni, ugyanis ez a mai rendezvény a Magyar Történelmi Társulat újjáalakult Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csoportjának az első rendezvénye lesz. A Magyar Történelmi Társulat ugye nagy múltra tekint vissza, és idén, tehát 2017-ben ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A konferencián a Bécsi Egyetem teológusa a 60-as évek végén Észak-Amerikából indult teológiai irányzatot, a feminista teológiát ismertette a résztvevőkkel. Perintfalvi Rita kiemelte, azért is fontos ez az irányvonal, mert az egyház 2000 éves történelmében 35 olyan katolikus tanító volt, aki meghatározót alkotott a teológiában. Közülük azonban mindössze 4 nők, ezért jogos a kérdés, hogy hol vannak a nők a kereszténységben. Előadásában arról is beszélt, aki a nőket kirekeszt, az a világot alapvetően félreérti. Ahol a nőket diszkriminálják, ott tulajdonképpen az Istent magát értik félre. Tehát az, amikor egy nő végre teológiát művelhet, bekerülhet a teológiai tudományos életbe, akkor tulajdonképpen nem arról van szó, hogy egy tortából ő is most kap egy szeletet, amiből addig nem kapott, hanem egy spirituális kérdésről is van szó, hogy az Isten az a kicsinyek, a kirekesztettek pártján áll, és ezért tulajdonképpen a nők mellett is. Ezért ez nem csak egy egyházpolitikai kérdés, hanem spirituális kérdés is, hogy a nők megkapják a maguk méltóságát az egyházon belül és a teológiában, amire hát a feminista teológia törekszik, hogy ezt megfogalmazza, kritizálja, és talán olyan pontokat, ahol ez megvalósulhat. A feminista teológia Magyarországon még gyerekcipőben jár véleménye szerint. A nőkre egyfajta befogadott idegenként tekintenek, mert bár taníthatnak hittant, vagy végezhetnek szociális szolgálatot, de a döntéshozatalban nem szólhatnak bele. Erre példának a pápa választást említette a teológus. Az egyházakat összehasonlítva a luteránusoknál van a legtöbb szerepük és lehetőségük a nőknek, ezután a reformátusoknál, majd a katolikusoknál, tette hozzá Perintfalvi Rita. A Nyíregyházi Egyetem vezetője is köszöntötte a résztvevőket, majd beszédében kiemelte, fontos, hogy tudományos szinteken is foglalkozzanak a témával. A konferencia címéhez igazodjak, egy vajúdó világban élünk, amiben biztosan meg fog valami születni, nem tudjuk pontosan, hogy micsoda, de azt már látjuk, hogy azokat a történelmi ismereteket, tényeket, amelyeket a történettudomány felhalmozott, azt el kell kezdeni másképp nézni. Mire gondolok? Hát hajlamosak vagyunk mi, és itt most hangsúlyozom azt, hogy a férfiak, a hatalom, az erő szempontjából nézni a világot, hogy hogyan lehet legyőzni, leigázni. Én úgy gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy a történelmi tényeket és egyáltalán a világunkat a nő szemszögéből is tudjuk nézni, tehát hogy hogyan tudunk együttműködni, óvni, védeni, fejleszteni. A konferencián elhangzott, ehhez hasonló tudományos tanácskozást eddig még nem szerveztek hazánkban, ahol 2 napon keresztül csak ebben a témában hívtak volna előadókat. Így Nyíregyházának úgymond úttörő szerepe van a nők a kereszténységben kérdés megvitatásában. Cserben hagyásos gázolás történt tegnap este Nagykálló belvárosában. Egy személygépkocsi ütött el egy kerékpárost, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. 2 tanú azonban látta az esetet, megjegyezte a rendszámot, és annak alapján a rendőrség azonosította az elkövetőt. A kerékpárost a mentők könnyű sérülésekkel kórházba szállították. Karriernapot szervez a Nyíregyházi Egyetem. A rendezvény részleteiről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 3 fordulóval a zárás előtt megszerezte a bajnoki címet a Máté Szalkai női kézilabda csapat. Az MMTK az NB2 északkeleti csoportjának legutóbbi fordulójában 26-25-re verte a második helyezett Hajdúböszörményt. Kikapott a bajnoki elődöntő első meccsén a Sunshine Nyikse. A nyíregyházi kosarasok Debrecenben a BKG Prima Ese vendégeként szenvedtek 121-75-ös vereséget. Karriernapot szervez a Nyíregyházi Egyetem. A hétfői rendezvényen több száz állásajánlat és karrier tanácsadás is várja az érdeklődőket. A karriernap hivatalos sajtótájékoztatóján elhangzott próbainterjúkon is részt lehet majd venni, és szakemberek mutatják meg, hogyan kell jó önéletrajzot írni.
12. alkalommal szervezi meg állásbőrzét a Nyíregyházi Egyetem, az április 24-i hétfői rendezvény új nevet kapott, ugyanis a célkitűzés változott, bővült a kínálat és színesedett a program. Ebben az évben egy picit más köntöst kapott valóban a korábbi innovációs és állásbőrze néven ismert rendezvényünk. Fókuszba helyeztük ismételten a karrierutakat, az életpályának a kínálását, a felkínálását, nem csak a hallgatóink számára, természetesen az elsődleges célközönség mindig a hallgató lesz, a mi hallgatóink, de várunk minden érdeklődő városlakót és megyebeli térségben lakó állampolgárt is. Térségünk nagy vállalkozásai is kiállítanak a hétfői karriernapon, így több száz állásajánlat várja majd az érdeklődőket. A rendezvény sajtótájékoztatóján kiemelték, a katonai életpályát is bemutatják. Helikopter szimulátor is lesz, a Bocskai István lövészdandár helyőrség zenekara pedig térzenével indítja a napot. Én azt gondolom, hogy a katonazene az egy jó csalogató. Ha valaki meghallja, akkor tudja, hogy itt katonák vannak, és ezen belül szeretnénk megmutatni azt, hogy milyen alapképessége van a lövészdandárnak. Tehát itt lesz egy lövésztűzcsoport a rendelkezés álló fegyverzeti eszközeikkel, és egy rövid dinamikus bemutatóba is meg fogják mutatni, hogy hogyan tudjuk megsemmisíteni a tűzcsoportnak megfelelő ellenséges célt. Hozzuk a felderítőket. A felderítők, akik szintén meg fogják mutatni, hogy milyen mesterlövész eszközeik vannak, és azt hogyan képesek használni. Ugyanakkor a technikai felderítő eszközök egy bizonyos részét is megmutatjuk. A pilóta nélküli felderítő gépek, amelyek bemutathatóak, azok szintén itt lesznek hétfői napon, hogy az érdeklődik megtekinthessék. A karriernap sajtótájékoztatóján elhangzott próbainterjúkon lehet majd részt venni, és szakemberek mutatják meg, hogyan kell jó önéletrajzot írni. A programok 10 órakor kezdődnek, és 15 óráig tartanak majd a Nyíregyházi Egyetemen április 24-én hétfőn. Három fordulóval a zárás előtt megszerezte a bajnoki címet a Máté Szalkai női kézilabda csapat. Az MMTK az NB2 északkeleti csoportjának legutóbbi fordulójában 26-25-re verte a második helyezett Hajdúböszörményt. Így 7 pontos, már behozhatatlan előnnyel áll a tabella élén. A szezon utolsó hazai meccsén a második helyezett Hajdúböszörményt fogadta a Máté Szalkai MTK, azzal a tudattal, hogy győzelme esetén 3 fordulóval a zárás előtt bebiztosíthatja a bajnoki címet. Az első fél időben 2 gólos előnyt szerzett a Vakas Krisztina játékos edző által irányított együttes, 11-9-es MMTK vezetésnél vonultak pihenőre a csapatok. A második játék részben is tartotta előnyét a házigazda, amely a meccs végén többször is emberhátrányba került, így a hajrá izgalmas lett, de végül 26-25-re győzött, és a meccs után a bajnoki címnek örülhetett a Máté Szalkai gárda. Nagyon készültünk a meccsre, tehát tudtuk, hogy ez egy nehéz mérkőzés lesz. Az eleje az így is alakult ennek fényében, tehát nagyon kikimecs volt. A második fél időben egy picit elhúztunk, de visszakapaszkodott az ellenfél sajnos, úgyhogy nagyon kiélezett meccs volt, és 3 ember ki volt állítva nekünk a meccsek a végén, úgyhogy benne volt a pakliba egy X is, vagy egy vereség is, de szerencsére nyertünk. A védekezés volt szerintem a kulcsa, hogy meg tudtuk nyerni a meccset mindenféleképpen. A támadásnál picit akadozott a játékunk, és nagyon sok zicser maradt ki, ez bosszulta meg magát valószínűleg, hogy szoros lett a meccs vége. A mérkőzésen 8 gólig jutó játékos edző Vakarcs Krisztina szerint a szezonban folyamatosan javuló védekezésnek köszönhetik a bajnoki címet. Én azt gondolom, hogy a védekezésen nyertünk nagyon sok mérkőzést, nagyon erős, agresszív védekezést folytatunk a pályán, és szerintem ezzel tudtunk nyerni. 18 mérkőzésből ugye sikerült 17-et behúznunk, egyetlen egy vereséggel sikerült zárni, aztán még ki tudja, mi lesz a 3, de én azt gondolom, hogy a lányok kitettek magukért, és hál' Istennek, hogy egy nagyon jó bajnokságot sikerült zárni. Az NB2 északkeleti csoportjának élén a Máté Szalkai MTK áll 36 ponttal, megelőzve a 29 pontos Hajdúböszörményt és a 26 pontos Füzesabonyt. Az MMTK a hátralévő 3 fordulóban Bőcsön, Hevesen és Ózdon lép pályára. Kikapott a bajnoki elődöntő első meccsén a Sunshine Nyikse. A nyíregyházi kosarasok Debrecenben a BKG Prima Ese vendégeként szenvedtek 121-75-ös vereséget. A párharc második mérkőzését pénteken 18 óra 30 perces kezdéssel rendezik a Bánki csarnokában. Az NB2 keleti csoportjának elődöntőjében az alapszakasz győztes BKG Prima Ese ellen lépett pályára Debrecenben a Sunshine Nyikse.
Az esélyesek a hazaiak voltak, akik az első negyedben 23 pontos előnyt szerezve tartottak erődemonstrációt. A második 10 percet mindössze egy ponttal veszítették el a nyíregyháziak, de a folytatásban tovább nőtt a két csapat közötti különbség, és a házigazda végül 46 pontos győzelmet aratva zárta a párharc első összecsapását. Tudtuk, hogy a mezőny legerősebb csapatával kerülünk össze, a BKG Prima DS-ével, akik régi NB1-ás, NB1-B-s kerettagú játékosokkal rendelkeznek, illetve hát több külföldi játékosuk is van. Itt az NB2-es kiírás engedélyez ilyet, hogyha valaki munkaviszonnyal vagy tanulmányi szerződéssel rendelkezik. Itt az ellenfélben 7 ilyen játékos volt. Igazából papírform eredmény alakult. Két negyedben szorossá tudtuk tenni a mérkőzést, ahol egát játszottunk, egy pontos, illetve két pontos különbségek voltak, az első, illetve a harmadik negyed ment el. A két nyert meccsig tartó párharc második felvonása pénteken 18 óra 30-kor kezdődik Nyíregyházán a Bánki csarnokában. Az a célkitűzésünk, hogy legyen tartása a csapatnak. Azt, amit egész évben mondhatom azt, hogy felépítettünk védekezésben, támadásban, a csapat kohézióban, az egy erős ellenfél ellen próbáljuk kamatoztatni. Ha periódusonként nézzük, akkor minden apró dolognak próbáljunk körülni, akár védekezésben, akár támadásban. Most idegenben is dobtunk 75 pontot. Én azt gondolom, ez megsüvegelendő egy ilyen csapat ellen. A védekezésre, illetve az eladott labdákra kell nagyobb gondot fordítanunk. Minden apró dolognak örülni fogunk, szeretnénk megnehezíteni az ellenfélnek a dolgát. A másik elődöntőben az első meccsen a Cegléd egy ponttal legyőzte a Deacot. A párharcok győztesei a döntőben, a vesztesek pedig a bronzcsatában találkoznak majd egymással. Vereséget szenvedett az amatőr kupa döntőjében a Baktalórendházi futballcsapat. A Magyar Kupában legtovább jutó alacsonyabb osztályú együttesek mérkőzésén a budapesti Új Hidegkúti Nándor stadionban a Ménfő Csanak 2-0-ra győzött Illés László csapata ellen. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A Jövő Tehetségei címmel középiskolásoknak indít karrierprogramot az Észak-Alföldi régióban az amerikai tulajdonú General Electric. A 2018. októberéig tartó projektbe 36 Hajdúböszörmény és Kisvárda középiskoláiban tanuló diákot vonnak be, akik államilag elismert angol nyelvű üzleti nyelvvizsgát szerezhetnek, valamint támogatják karrierjük építését. Minden hetedik ember életében legalább egyszer szenved a depresszió tüneteitől. Hangzott el Nagykállóban a professzor dr. Bánki M. Csaba pszichiáter 70. születésnapja alkalmából tartott tudományos ülésen. Az elismert szaktekintély 43 évvel ezelőtt kezdte a gyógyító munkát Nagykállóban. Kiemelt kutatási területe az öngyilkosság. Hol vannak a nők a kereszténységben? Erre a kérdésre keresték a választ egy konferencián a Nyíregyházi Egyetemen. A rendezvényen a feminista teológia nézeteiről tartott előadást a Bécsi Egyetem egyik óraadója, Perintfalvi Rita, aki előadásában kiemelte, az egyház 2000 éves történelmében mindössze 4 olyan katolikus női tanító volt, aki maradandót alkotott. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 20-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este is jelentkezünk, híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. A télies időt okozó légörvény kelet felé elhagyja térségünket, mögötte szárazabb, enyhébb léghullámok érkeznek fölénk. Az éjjel borult lesz az ég, majd estétől felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat. Az északi szél megerősödik, időnként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és 0 fok között alakul.
Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. Délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A télies időt okozó légörvény elhagyja ugyan térségünket, de továbbra is változékony időjárásra számíthatunk. Szombaton újabb hidegfront vonul át felettünk, kisebb esők, záporok kíséretében. Hatását még vasárnap is érezhetjük, hisz a napsütés ellenére sem lesz túl meleg. A jövő hét első napjaiban melegebb levegő érkezik fölénk, így ismét kellemes, enyhe tavaszi idő várható, az ország nagy részén már fagymentesek lesznek az éjszakák. A hazánk felett szerdán átvonuló újabb hidegfront hatására visszaesik a nappali felmelegedés mértéke, és a hét második felében már többnyire felhős, szeles, csapadékos idő várható.